بختين. Na, de nekem ezekre a szarokra cash kell. Rádió, amit azt hittem, hogy kihasználni, de majd rájövök, meg hát a jogosi. Na várjál, te is csinálsz jogosit? Még jól csinálok-e? Hát de menjünk már együtt izélni, kaminyonozni, mehetünk mindenhol együtt. De attól még én szeretnék sajátok, most miért fáj az neked-e? Mibe? Ja, de most hova megyünk? Faszom tudja, hova megyünk? Na várj, akkor megyünk először jogosítványt csinálni. Igen. Szerintem számláról tudod intézni a jogosít. Igen. Hát biztos, hogy miért ne tudnál, már mindenhol lehet fizetkártyával fizetni, miért ne lehet? Hát mindenhol azért nem lehet, ne? Kicsit némelyik. Számoljál be arra, hogy mit mondott az igazgatója. Megkérdezte kérlek szépen, hogy én hogy bírlak téged elviselni idegileg. Igen. Meg hogy nekem ez jó-e, valami így, ez a helyzet van veled, meg mit tudom én, azt már mondtam neki, hogy engem ne féltsen, én Olaszországból jöttem. Nekem van egy olyan habitusom, hogy tárkon vertek, hogyha kell, szóval, igen, hogy én kárban tudlak téged, te temperamentumos vagyok, igen. Szóval nincs ezzel probléma, én tudlak téged kezelni. Erős nő kell melléd, az a titka. Szóval ennyi volt a lényeg, hogy én hogy bírlak, meg mit bírlak tégedet, és neked mit mondod? Az alkoholról, csak hogy ne, meg hogy ne beszéljék veled, hogy mint egy kalapszarra, vagy mint darabszarral, igen. Hát igen, mondjuk igen. De nekem is van egy temperamentumom. Van, az van. Rendes jogsid van? Van, hát, persze, hogy van. Halló? Halló? Akkor jó frekvencia volt, rendben. Minden oké? Okay? Sikerült, igen, éppen vezetek. Kitűnő, a vizsga hogy áll? Nem tudom, a vizsga biztos itt ugat mellette egy pillanat. Oké. Okay. Jó, megy a vizsga, igen, már vezetünk mind a ketten. Kitűnő, jól van. A kamion meg még most intézgetjük, elvileg már leszállították. Na majd most nézzük meg, hogy mizu van vele. Ezt utána jártam a busznak. Ugyat? Ezt a tulajdonos, azaz te, a városvezetőségnél kell igényelni. Hol kell igényelni? Városvezetőségnél, de ezt egy izért megbeszéljük külső esetben. Jó, persze, rendben, tiszta sor. Tiszta sor. Rendben. Megvan a kamion, gyönyörű. Réva, milyen? Aff! Remek. Kék! Jaj, de jó. Ilyen transzponás logót nem lehet ráragadni? Hát figyelj, gondolom az majd a külső szerződő féltől fog függni, hogy milyen izé pótkocsi jön hozzá. Akkor én erre rá is az asszonnyal majd kipróbálnánk, hogyha majd lehet. Persze, de ez a lényeg, hogy most megcsináltuk, hogy aztán elmentek egy körre, hogyne? Persze. Tehát szépen beszámoltok, hogy hogyan is néz ki egy ilyen meló, mi van, én is ki akarom majd próbálni. De hát úgy megy, mint a barom. Tudod, mi lesz még itt a problémám, Emil? Na, mi lesz a problémád? Hogy fog ez beférni majd a garázsba? Na igen. Majd meglátjuk, majd most próbálom ki. Mi ezt lehetett cégbe venni? Nem, sajnos az nem ment, tehát ezt mindenféleképpen én fogom ma majd a garázsba eltenni, de át fogom majd iratni. Hát ez nyilván nem fér be majd oda. Le kell bontani a tetőt. Meg kell bontani a tetőt, igen. Na, átengedtek. Kitűnő asszonyt. Ő mindjárt most gördőbe, 64 pontom lett. Nice, nagyon szép. Halló? Rafael, jó napot kívánok. Ez a kamion, ez maga a csoda. Csak. Jó napot kívánok. A Rumpóval kapcsolatban. Ja. Aktuális? Nekem érte, nem vitték el. Igen, nem vitték el, megvan még. Mikor szeretné átvenni, mondjuk egy fél óra múlva esetleg, jó lehet? Múlva, jó. Rendben van, akkor egyeztetünk esetleg. Nem. Vissza. Vissza. Na, viszik a Rumpót 400-ba.
Á, örülök neki. Nekem meg vitte a kessemet ez a szar. 1500 volt. Igen, álljál majd meg, ami itt jön, izé. Veszek föl kest. Jaj. Hát jaj, vagy nem jaj. Jó van, nem arra gondolom. Majd ott a benzinkútnak. Na, menjünk a cégkő főnök úr. Gyertek csak, nyugodtan. Erről föl kéne venni, a jó... Ja, hülye vagyok, nem kéne. Nem kell fölvenni, és te mindig föl akarsz venni valamit. Igen, ruhát, tiszt. Az igen, nem jó. Mit kellett volna látnom? Ja, semmit. Emil! Ott a kaminyon. Elmegyünk kaminyonulni, jó? A minden itt, de szép kék. Szép? Milyen hupikék? Nem hupikék ez, de. Itt vagyunk a cégnél, az asszonya. Jövünk kifele! Íma. Látom, sikerült összetörni. Persze, Rafael, mert a főpubliknál valami láthatatlan dologban egyszerűen csak így fönnakadtam. Tehát, hogy észre kell. Jaj. Engem is beszaratott már bazd meg a vaktöltényével, hallod, úristen. Ez mi volt? Még egy ilyen és segbe rúglak, te gyerek. Jaj, nem ezt akartam, bocs. Emil? Esküre, most... ezt akartam, tényleg. Emil. Dobd el, légy szíves, jó? Önsd ki. Jó, tessék. Kiváló, kiváló. De vicces ember vagy. Emelyek eddig rádiót nézi. Jó, köszi, köszi. Még nos, nekem sincs. Itt van az új DAF XF S10. Fél nagyon megy, óvatosan vele. Nyilván a garázsban nem is próbáljátok letenni, mert ez most az én nevemben van még egyelőre, de át fogom írni a cégre, és akkor szerintem azt fogjuk megoldani, hogy ez lesz itt a garázs majd itt kint szerintem. Úgyhogy ennyi, és akkor beültök, ott lesz a rádió, utasítások, minden le van írva, ott szépen egyértelmű, hogy kell a melót elkezdeni, és akkor hajrá! Kulcsot tudod hozzáadni, igaz, Betó? Persze, átadom. Fogok ide főmászni. Majd én főnyomlak hátulról téged. Ja, és akkor ne nagyon zárogassátok meg ilyesmi, aztán majd jó. Jelezitek már vissza, hogy mennyi pénzt ad ez jó. Az egész, jó? Hogy hogy van ez? Hattyú, vagy hogy hívják ezt? Te asszony? Mert vannak ilyen fuvarok, kipróbálunk egyet. Jó. Na szervusz, bocsi, csak vezettem, azért mondtalak ki. Szíjra fel, semmi gond. Annyit szerettem volna mondani, hogy amúgy a kamionomat, hogyha gondolod, akkor odaadom, próbáld ki, hogy milyen. Elég jó. Most vettük meg a DAF-ot. Samu? Ja, oké. Okay. De a DAF-ot azt ne! Ból nem borultunk eddig. Akkor nem szóltam. Akkor nem szóltam. Ha a kerekét lehúgyozom, akkor működik-e? Szerintem probléma nem lesz vele. Na jó, legjobbokat akkor. Kapcsolatba hívlak majd. Oké. Csak. Na, majd utána jár a fuvaroknak, megyünk egy kört akkor. Hány személyes ez? Nyugodtan. Kettő, aha. Gyere, asszony. Jövök. Aztán majd mondd már, hogyha beszállsz, hogy minden oké, tehát hogy tudsz-e melót kezdeményezni ilyesmi. Tudod, akkor beszállok. Mi zárva van? Szerintem zárva. Igen, úgy tűnik. Aha. Bedobom a kulcsot, tessék, hopp. Kéj, de magasan vagyunk. Azért ilyen elegáns kamionsofőr se volt még. Most éppen itt a... ez a laptop, amit itt benne hagytak, valami izét tudok vinni, kipróbálom. Az lesz az, igen. Majd gondolja arra, Emil, hogyha el akarod adni a rumpot, vegyél nála papír, tudod? Adásvételi? Az. Ezt a Bobit meg úgy segbe fogom rugdosni, hogy még egyszer szórakozik. Hát a hülye vaktöltényével. Az meg majdnem elővettem a... Jaj! Nem láttuk, mennyi tovább. Majdnem elővettem már az izét, az igazit. Hát igen, én is elővettem volna lenne. Csak az nem vaktény. Majd kapsz egyet te is. Jó lesz az. Nem árt ebbe a városba. Na, eddig nem borultuk még fő. Nagyon jó, köszönöm. Kicsikét kormolt. Jaj, azt mondja, te tényleg ezzel a Bobival kell valamit kezdeni. Én nem tudom, de már úgy voltam vele, hogy oda megyek, azt lekeverek neki egyet. Azt miért nem tetted meg?
Főnök előtt, tudja már? Ti nem a főnök előtt kell. Hát majd megverem, amikor nem látja senki. Csak te. Hogy ez? Nem tudom. Hát így vezetni, mindjárt kiszállok, azt kiszedem. Mindjárt kiszédülök én is. Ide kell egy gyűni? Hát ide kell gyűni. Látod az után futtó? Látom-e. Ilyen játékkal játszottam kislánykoromban. Mi az Euro Truck Simulator? Ami... Igen, arra. Tiszta olyan, most ezt az életben megcsináljuk, tök jó. Fölvették a pótkocsit. Na, és mennyire messze volt a pótkocsi? Egy kilométerre, most 5 kilométerre kell vinni, azt mutatja a GPS. Oké, tök jó. Csak óvatosan. Na játszolj, majd te viszed a következő. Az jó lesz. Azt mondja, megy, hogy egy óra alatt ez 100, vagy még 76 ezeret is lehet keresni. Az jó, mondjuk nem hangzik rosszul. Hogyha televízed, akkor te saját számlálta meg, nem? Hát igen, elvileg arra mit. Tehát honnan tudja az igazgató úr ezt követni? Hogy? Hát fuvarozhatunk mi akármennyit is, aztán valamennyit bevallasz belőle. Hát akkor ez hogy? Ez csak ilyen bizalmi alapon megy. Hát jó van, de nem akarom átbaszni a főnöket. Én se, nem azért mondtam, csak nem hogy ezt azért. Nagyon nem lehet követni. Hát nem, igen. De azért ezt, hogyha a főnök megengedi, azért elvihetnék, nem néha ilyen romantikus kapja. Hát ez már ha romantikus. Mi hát itt ülsz mellettem, én nyomom neki. Hát neki nyomod és nem nekem, hát nagyon romantikus. Majd hogyha odaért, hogy nyomom neked is. Jó, nézd a beszéd, na. Akkor nézd az utat, ne engem. Ilyen elegáns sofőr se volt még ebbe a városba egy. Hát biztos, mint én. Mint mink. Akarod kipróbálni visszafele vinni? De nem tudom, hogy jó ötlet ez. Miért? Kipróbáltam végül is. Ha nem ugatol bele. Van valaki a rádió? Persze. 6500 csurintot kaptunk. Na, mennyit kaptunk? Egy körér. Egy körér, igen. Az kitűnően hangzik. Hozzatok vissza Lici a kamiont. Megyünk vissza, azt, hogy is kipróbálja. Jó. Belefértek az időbe? Ez a szám. Mi az időkorlát, nehogy? 15 perc múlva vihar jön. Mellett, na megyünk visszafele. Ja, jó. Rendben. Az, hogy... Tessék, átadom neked, 6000-et kaptunk érte. Amájó, Péze. Amájó. Na. Tessék, átadom. Nem szállsz ki? Átütem-e. Ja, várja, na. Na, Mizu, az, hogy... Én pász meg, ne ijeszgessél, mikor koncentrálok a vezetésre. Mindjárt visszamegyünk a cégről. Megálljak-e valahol? Nem kő. Még kőne. Tudod, érkeztek lassan? Igen, ott vagyunk. Nekem rádinyó. Azt veszünk a lámpautás után. Rendben. Igazgató, te leszel a lámpautás után még? Igen. Majd kiszállok. Én megjelenése. Jó, ez fia. Na, tapasztalatok? Könyörgöm, nem mondd, hogy szarakodós, mert hülyét kapok. Nem, nagyon egyszerű. Jaj, de jó. Azt lerakom. Azonnal adják KP-ba a pénzt, mindent. Rengeteg kubar van amúgy. De válogathatsz igen, is, rengeteg. Vagy random kapod? Hát beírod a laptopba, hogy permission, és akkor igen. Városba. A térképen megmutatja, hogy megjelenít ilyen kis piktogramokat, hogy jó. Mona, van egy rádiónk, odaadjuk. Jó. Parancsolj! Köszi! Használtál már ilyet? Nem! Azt, hogy induljen meg befele, jó? Rendben. Gyere! Kem, te nem mutogatoljál! Nem mutogatok, csak hogy tudjad, merre van az ajtó. Tudom, merre van. Biztos? Biztos. Yeah. Na, te még kamionsofőr vagy itt nekem a végén.
Hát mi lennék? Lennák! Lennák? Lennák. Ilyen izé öltönyös kamionsofőre. Öltönyös, ja. Mik voltak a tapasztalatok? Jó volt minden? A kamionnak jó volt, igen. Igen. Arra lennék csak kíváncsi, hogy... vajon mennyit kéne elkérni mondjuk a sofőröktől, ugye, mert hogy valamennyit vissza is kell adjanak a cégbe, hogy ezt használják. Mert ugye gondolj bele, hogy ugye ezt csinálják, akkor kapnak KP-t is, meg még fizetést is a cégből, ugye, mert ugyanúgy szolgálatban vannak. Vagy ezt hogy csinálnád például? Hát mennyire mentünk mi el, nem nézted az időt? 10 perce, 15-re? Vagy 20-ra mondjuk. 6000-et kerestünk. Igen. 6800-at. Most, ahogy láttam, itt az ismerősöm 25-ért hirdeti per óra. Uh-huh. Tehát szerintem annyiért érdemes lenne ki. Meg az az a kérdés ugye, hogy most az hogy legyen megbeszélve velük, hogyha elviszik, akkor ne legyenek szolgálatban? Már a sofőrökről beszél? Hát igen, mert azt is meg lehet csinálni, hogy dolgozzanak, de akkor nincsenek szolgálatban, és akkor nem kell visszaadjanak pénzt, érted? De basz asszony. Szerbusz! Sziasztok! Azon tűnődünk volna, hogy legyen ez, hogy akkor a srácok ezt viszik ezt a kamiont, akkor hogy legyen, hogy legyenek akkor addig szolgálatban, amikor ezt vezetik, és akkor nem kell visszaadniuk pénzt, vagy hogy kéne ez vajon? Vagy fix összeget kérjünk tőlük, csak akkor meg minek vannak szolgálatban addig? Na most vagy az egyik, vagy a másik. Hát igen. Akkor ne legyenek szolgálatban akkor. Ja. Mert ha azt veszed, többet fordulnak, többet keresnek, mint ha szolgálatban lennének. Ez tiszta sor, persze. Csak hogy... Na majd kitaláljuk ezt, nem tudom. Mert ugye most ez egy befektetés volt itt, és akkor viszont... Tehát, hogy ők megkapják a külsős vállalkozótól kapott pénzt a fuvarért. Igen. De effektíve, ugye mi csak annyit jelünk rajta, hogy nem kell neki kiadni pénzt. Tehát, hogy így... nem tudom. Igen, mondjuk, ha... Nyilván... Valamit ezen keresni is kéne. Hogy egyelőre ezt még tesztelgetni kéne tényleg a kamiont, meg mindent, hogy... Ja, hát azért mondom, most Bobit várom, aztán mi is elviszük egy körre, mert hogyha ez jól működik, meg mondjuk valami pénzt is tudna termelni, mert oké, nem veszik fel a szolgálatot, de hát nem tudom. Tehát lehet inkább azt mondanám, hogy vegye fel a szolgálatot, megkapja a fizetést, és akkor valamennyi fizessen vissza. Érted? Igen, én. Hát igen, hol találkozunk akkor? Szendi sorza van a lakókocsipnál. Oda most... Sá. Tessék? Oké, visszakadás értelik. Rendben, megyünk mi is. Oké. Vissza. Igen. És akkor állás, nem kell figyelnem azt, hogy szolgálatot felvettel, vagy nem, vagy biztos nem vettel fel, érted? Mert azt nem tudom visszakövetni én soha, hogy most akkor mennyi fizetés ment el kinek. Tehát simán hát lehet, hogy attól függetlenül felveszi a szolgálatot, és akkor kész. Úgyhogy inkább maradjon azt, hogy szolgálatban legyen nyugodtan közben, ott is keres pénzt, meg még a fuvarokból is, akkor valamennyi összeget vissza kell adnia időközönként. Nem hát tudom, naponta összeget kéne megszabni. Mit mondtál, Emil, hogy mennyi legyen szerinted? Hát szinte egy 25-30 per óra, vagy én nem tudom. 25-30 ezer csurint per óra. Ki kell, meg kell nézni, nem tudom, holnap vagy a héten valamikor, hogyha úgy ráérünk az azt, hogy elviszünk egy órára, megnézzük, hogy egy óra alatt mennyit lehet belőle keresni, vagy felem 10. Igen, és akkor abból lehet számolni. És hát nem én fogok számolni, hanem az asszony. Ja, jó. Jobban járunk, igen. Igen, jó, tökéletes, jó, mert akkor ezt így lehetne csinálni. Csak ugye azok a másik, azt is honnan tudom, hogy mennyi időre vette ki? Tehát, hogy simán mondja azt, hogy hát ő nem vette ki csak így 10-20 percre, érted? Tehát ez is olyan... Sofőrre gondolsz? Persze. Jó, oké. Hát figyelj, tehát, hogy... én igazából a Barry-ben megbízok. Hát a Barry-ben én is. Benne én is. Oké, de azt oké, lehet, hogy lesz olyan sofőrünk, aki meg már nem persze, mondod ezt így igen. Ki, érted? Tehát, hogy necces. Na, elmegyek mosdóba. Na, mi akkor viszont elmegyünk, mert elviszik az egyik autónkat. Hajrá, nyomassátok, persze. Rendben. Szolgálatot? Leadtátok? Én adni? Igen, épp oda akartam indulni. Persze, hogy oda akartál, menjél csak. Te szolgálatban vagy? Igen. Akkor vegyél már ki, légy szíves, egy kocsit. Hey man, what's up? Na Barry, akkor elvisz minket. Ő minek fuvarozzon minket? De azt mondja, igazgató vagyok, majd én eldüntöm. Igazgató vagy, csak nem tudok gondolkodni. De tudok gondolkodni. Van már adásvétel ide? Ő azt mondta, hogy hoz. Na jó. Ez meg itt hagy. Az szép. Jó vagy?
Na, jó vagyok, jó vagyok. Meglódult ez a kocsi. Azt mondjuk, Zuguru, azt mondjuk, mindjárt bejelölöm. Ja, jó, rendben. Oké. Okay. Hello, hello. Asszony, kivel beszélti? Főnökkel! Mit mondott? Azt mondta, hogy legyünk rádión, aztán rájött, hogy nem vagyunk szolgálatban, szóval tártalan. Tártalan. Na, majd kikérik a véleményed. Nem tudom, Barry észrevette, de vásároltunk egy kamiont. Na, milyen volt a kamion? Jó volt, igen. Jó volt, jó volt. Egy 10 perces úttal. Az szép, az jó. És akkor mi lett a döntés? Marad a kamion már így véglegesen? Persze, hogy ne. Igen, csak még azt nem tudjuk, hogy hol legyen, hogy mennyit adunk le, meg stb. Aha, aha. Cégnek belőle. Aha, értem. Azt majd még teszteljük. Ki kell szárbítani, úgyis az asszonyod. Itt jó lesz. Oké. Okay. Köszi. Na, asszony, vettél a tájából, most én vezetek. És olyan sokat jelölt számomra ez az autó. Melyik ez? A Daewoo? A Daewoo. Én is szeretem a Daewoo, ma te. Én behatnék a Guszti bátyám. Akkor annyira mégse szeretem, azt hiszem, ezt az autót. Mám én. És hogyan halt meg? Ebbe találták meg holtan. De hogyan, mi volt a halál oka? Szívinfarktus. Öreg volt, vagy csak annyit volt, mint te? Többet. Nem szeretném a hulladat megtalálni sehol, szóval lehetőleg ne így áll annyi. Hát én meg én. Igen. Azért mondom, hogy ne így áll annyi. Hát sem nem iszok annyit. Büdös is vagy tőle. Te is. Na, aztán... Igen? Igen? Mondjad. Semmi. Ja, de azt akartam megkérdezni, hogy most kapunk pénzt ezért a kocsiért, amit eladunk. Én is ezt akartam azt kérdezni. Miben fektetjük bele? Vagy mennyit adsz belőle? Neked egy bű már haszon élvezet, ugye? Élvezni jó. A hasznot. Hát figyelj, hogyha nézzük, akkor így közel 600 ezer csurintunk lesz. 560-70-80. Igen. Most mi van a házzal, te? Semmi, csak ki kell majd költözünk belőle, mert viszi a behajtó. Én nem költözök ki, akkor velem együtt viszi. Veled együtt viszi, de jó nekem. Velem együtt viszi. Abban az esetben viheti, hogyha veszünk valami jobbat. Mennyiért vannak a lakások árban? Hát, azt a legolcsóbb itt a városban már másfél. Jó van, most esküvőre kell költeni. Akkor ott fogjuk meg a pénzt, akkor ne szórjunk nagyon sok pénzt esküvőre, inkább akkor valami jobb házra. Jobb házra? Jobb házra. Hát figyelj, megnézhetjük, milyen házak vannak itt a városban, nem tudom, hogy mi. Te mi a házra gondoltál? Hát bármi jó, ami nem olyan, mint a lakókocsi. Hát figyelj, itt ez a csomó autó, ezek közé kell eladni. Igen, igen, de az enyémet nem adod el a seggem aló. A Daewoo-t nem lesz, egy autónk a Daewoo. Igen. Ercsi, de ezt is mennyit tudod eladni? 250 jó volna. Hát jó volna. Jó volna. Ennyi vetted te azt? 80, hát eddig 100-ban van. Igen, azt meg törleszted jövő ilyenkor is. Hát... 220-ra vitte le az árat. Igen, azért már valamit keresünk rajta.
2.50-ben odaadom, majd rásózzuk erre az utat. Ez a Concord, ez nem hívott az utat, várjál, megcsörgetem. Jó van, de azért az utat is figyeljed, a... No, figyeljed az utat, erre nem neki még. Most nem tudtam izé fékelni. Jó napot kívánok! Halló? Rafael vagyok. A Concordot keresem. Jó napot, Rafael! Szervusz! Hogy van? Az autóval kapcsolatban hívnak, amit lefoglalóztál még annó. Á, igen. Aktuális még? Őszintén szólva, hogyha mondjuk egy 3-4 nappal ezelőtt hívsz, akkor az lett volna, igen. Hívtalak 3-4 nappal ezelőtt is. Én nem kaptam róla értesítést. Mi valószínűleg nem voltál városban, és most már nem aktuális? Hát már nem, már van. Az a baj. Nem elég vettem baj. Pont, azért mondom. Pedig jó áron oda tudtam most adni. Mennyi, attól függ. Ketten vannak-e? 200 volt adom. A múltkor mennyire akartad adni? 290? 290. Ah. Ez 3. Jó, megképzeld el. Jó, mert egyébként képzeld el, Rafael, tegeződhetünk egyébként? Tegeződhetünk, igen, csak vissza kell hívjanak, okay. Egy pillanat türelmedet kérem, jó? Jó, oké, rendben van. Üdvözlöm, szép jó napot. Szép napot. Szép napot. Önök a rumpó után önök hívtak. Igen, el. Igen. Önök az érdeklődők. Hát erről az igen, autóról meg. Lenne szó. Aha. Megnézem közelről. Az ablakokkal vannak kisebb problémák, de egyébként... Látom. De egyébként teljesen rendben van az autó. Olajat, vizet nem eszi. Jobb meg teszi a dolgát. Legjobb vétel. Új akkumulátor van benne. Hát az ennek vannak bajai. Milyen bajai lennének? Hát van, tör az összes ablak. Azon kívül hibátlan állapotban van. Hát jó, és akkor ezt honnan vagyom, hogy biztosra. Hát, fölnyitom a motorháztetőt, meg lehet tekinteni. Aha. Na, megnézem. Fölnyissam? Legyen szöv. Tuning van-e benne? Teljesen gyári. Látom kicsit az olaj, ezért folyik. Az csak mellé lett töltve, mikor cserélték, nemrég lett cserélve belőle. Hát, jó. Figyelj! Mert ezt kipofosztatom meg ezek. Mit szólna 3.800? Legyen. Rátadom a 100 adást is. Csak az. Nincs nem kávé. Rendben. Rendben, köszönöm szépen. Csak szerencsét hozzá. Köszönöm, viszlát. Viszlát. Na jászony, hívott a csontos úr is. Igen. Meg ez a Concord is fővettem, még velem megalkodni. Szia igazgatór, szia parancsolj! Szerbusz Rafael, ne haragudj, hogy a szabad időtben zavarnak. Figyelj már, megcsináltam a kamionos jogsit, minden oké, okay. Bennülök a kamionba, beírom a laptopba a permission, és azt írja, hogy nincsenek fuvarok. Nincsenek fuvarok? Nem tudom, ezt miért írja. Lehet, hogy ez ilyen... Ilyen időközönként van, szerint vagy mi? Lehet időközönként van. Az
nagyszerű. Próbáld meg újra, hogy kiszállsz meg, beszállsz, hát akkor, hogy én nem tudom. Hát figyelj, az volt, hogy ugye kipróbáltam ezt már a cégnél, ott beültem, ugyanezt írta ki, mondom, biztos, hogy nincs engedélyem. Eljöttem, megcsináltam az engedélyt, beülök, ugyanezt történt. Úgyhogy nem tudom, mi a fasz van. Majd megkérdezem az illetékesektől, vagy valami. Na, megyünk vissza a céghez, megnézzük, hát nálam működik. Jó, rendben, köszi. Oké, hello. Jaj, de azt, hogy melyikkel menjünk, a Daewoo-val vagy ebben? Milyen vagy ebben? Hát ebben. Ez a Daewoo. Szervusz, bocsánat, csak elvittek egy autót. Na. Á, értem. Szóval akkor 200-ért nem érdekelne esetleg a Mercedes, ez 320 újonnan. És tényleg, szinte új. Figyelj, igazából őszinte leszek veled, Rafael. Tökre billak meg minden. És igazából nekem már nem érdekel, viszont öcsémet érdekelheti. Igen. Ő most ilyen pontban nincs a városban, viszont keddig valószínűleg, hát keddig lesz, utána valószínűleg egy ideig nem lesz, viszont szerintem számíts arra, hogyha kedden foglak hívni, most hát nem kell. Tedd le a garázsba, asszony. Megyünk a Mercedes-re. Jó. Miért törött? Parancsolj. Figyelj csak, Rafael, egy céges csipogóra jött egy fuvarkérelem a városházára. El tudtok menni érte? Igen, indulunk. Megyünk. Köszi. Hello. Na gyere, asszony, hozom a Mercit. Rágyjuk aztát is? Hova? Hát nem tudom. Na, szevasz. Na. Nem hallak. Most se hallasz? De most hallak. Most már jó, oké. Na mi történt? Hát valószínűleg kinyomtam. Hát én nem. Akkor lehet, hogy én. Na figyelj. Hát mindegy. Az a helyzet, hogy én nem igyelezek a városba, úgyhogy esetleg az lehetne még, hogy 200-ért átélük rád, aztán te odaadod a testvérednek. Figyelj, ez lenne a téma, csak megkérdezem, hogy kell-e neki. Mert hogyha nem, akkor fölöslegesen nem fogom megvenni, ugye érted, mire akarok kiközni. Egyébként, ha majd tartunk, igen? Úgyis te ilyen nagyon nagy császár vagy. Azt mondja, nagy császár vagyok. Terepjáród nincsene. Nincsen. És nem ismersz, akinek van. Kéne, az a baj. Lehet, hogy tudok eladót. Na, ez már jobban tetszik. Figyelj, egyébként... Hát figyelj, őszintén, mikor legutoljára beszéltünk, akkor volt nálam kb. 250-300 ezer. Azóta vettem egy autót 315-ért, raktam rá egy 80 ezer optikai tuningot, meg van nálam majdnem 1 millió. Igen. Szóval úgy, egy misia. Na figyelj, akkor a testvéredet sikerült megkérdezni, vagy hívom most? Nem, majd miután leraktuk, akkor majd utána megkeresem. Akkor én utána járok a izének, a mi a bánatnak. Terepjárónak, aztán igen. Te meg a testvérednek járjál utána, jó? Hát ezt a szar telefont, asszony. Na, mi van? Mondtam, hogy ne vegy egy szifon. Na, halló? Na, igen. Na, tehát valami nem tudom, mi történik a telefonnal, de mindegy. Azt akartam kérdezni, hogy egyébként hogy vagy? Jó vagyok, nagyon szépen köszönöm, igazgató lettem. Na, gratulálok! Hát nagyon szépen köszönöm. Na, sok sikert továbbra is. Viszont én lerakom, jó, mert megyek dolgozni. Viszont örültem, hogy még egyszer beszélhettünk rá fel. Meg akkor járjál utána, jó? Rendben van. És akkor beszélünk még beszélünk, persze. Rendben van. Na, örventem. Na, Istenem, ez is, hogy hány... Most mit variál annyit? Tessék? Mit variál annyit? Tudja, hogy kő-e neki, ahogy testvérének küld, ez tele van pénzzel, nem hív a főnök is. Egyfolytában baszogat mindenki egy perc. Szia, Halló! Szia, hello. Rafael? Parancsolj! Igen, csak most beszéltem a Barry-vel, ő már elvitte azt az urat onnan a városházáról. Ezt is baszhatjuk már, igen? Bocsánat, sajnálom. Persze, cégnél vagyunk. Igenesen, mennyi oda, okay, sajjál meg a köszi, hello. Rendben, szia. Na, Istenem, ez a kavarodás egyfolytában így már meg... Állj, jobbra. Marra, szembe, ott a bank. Kell nekem a cash, érted-e?
Értem én, bárjá, beállok akkor oda. Kis mit akar? Kicsoda? Anyám, a főnök! Menni kell a céghez, mit tudom én, siessék. Nem írnak a kamionnal, vagy mi bajuk van? Nem tudom azt, hogy te ma az őrületbe kerültél engem. Én? Hát akkor rakjál be a csomagtartót. Attól függetlenül te vagy az az ember, akivel a világ végére is elmennék. Na, bármikor. Azért. Aztán kikötöznélek egy fához. Hát ha te a kikötözős egyszereted. Még vagyok bolondulva, már komolyan mondom, annyi mindent kell csinálni. Én is már. Menjünk el izére, arra a szigetre, szabadságra nyaralni. Tudod? Jaj, de jó lenne egy-egy nyarant tényleg. Hú, de... Ugye mondom én. Tényleg el kell menni nyaralni, csak akkor hozni kell izét. Pakolni sört, mert ott nagyon drága. Csodát kell pakolni? Sört. Nem fog vedelni a nyaralás alatt. Ma méne. Nyaralni vagyunk, pihenni, főtöltődni, relaxálni, kikapcsolódni. Egy sört megihált, de nem százat. Fél óránként? Nem, naponta. Naponta. Na jó, reggel egyet, este egyet. Éppen álljál be. Emil, parkolj már rendesen. Emil! Na itt jók vagyunk? Nem. Adjál már! Nem sietek sehova. De a főnök lehet, hogy siet. Dehogy siet. Nem látod, hogy áll? Emil, mi volt ez a kaszkadőr show? Volt, csak a fékcsövet kivágta valaki, aztán nem igazán működik, hogy egy kézifékkel kellett. Atyaisten. Na figyelj csak, a Bobival mi próbálgattuk, hogy... És van egy olyan elméletünk, hogy ezek ilyen limitált mennyiségű fuvar van. Limitált mennyiségű fuvar? Aha, időközönként szerintem. Ha most próbáljátok meg, nézzétek meg, hogy ott egy a dispatcherrel beszéltek már, vagy valami, jó. De szerintem ez így fogy. Tehát szerintem azok vannak, amiket ugye te mondtad, hogy láttatok egy csomó utat. És szerintem azok az egy ilyen X darab szám, és hogyha az minden le van szájtva, akkor utána nincs több meló. Ez az elméletünk, aztán persze a franc tudja. Nem, nincsenek. Aha! Ja, fasza. Hát akkor megint újra gondolás. Hát, igen, meg azt sem lenne rossz tudni, hogy milyen sűrűn van. De amikor, várjál, Emil, amikor ti beszálltatok, akkor mennyi út volt? Várja, egyet írt, aztán amikor oda mentünk a trailerért, akkor ott meg egy csomó ilyen izé jelent meg. Ilyen piktogram, vagy minek hívják ezt a térképet, mint a GPS-en. Aha. Én mikor beültem, láttam a GPS-en, rengeteg zöld kamion ikont a GPS-en. Az, já. Hát gondolom, de azok a célpontok, vagy azok a kamionosok, akik éppen járják a várost? Nem, akik... Szerintem a felvehető munka. Aha. Igen, mert nem nagyon ment egyik se sehova. Igen, csak azt nem értem, hogy ez most miért nincsen, hogyha elveg volt egy csomó. Mert gondolom itt most a lámpaoltásnak van valami köze ehhez, vagy nem tudom. Ha lehet. A csipogó meg amúgy tök jól működik, mint kiderült. Tehát most már jött be három fuvar is hirtelen. Jó, hát minden esetre így a városodat is a feletivel kapcsolat, itt legyen kint a garázs, meg beleszírva a kamion a cégbe. És akkor lehet majd használni. De nem tudom, hogy most egész milyen... Mercedes nem írhatnánk be a cégbe? Mivel jöttük? Milyen? Az egy Mercedes? Az a zöld? Le lett szedve róla a márkajelzés, de amúgy... Igen, hát egy ilyen replika, tudod? Igen, hát, ja, de hát most igazából az a tiétek, nem? Hát igen, azért, hogy ne kelljen mindig hazamenni, érte meg itt a közelgő garázsok, vagy közeli garázsokban lerakni. Ja, értem. Jó, várjál, akkor felírom a telefonomba a rendszámát. De milyen a rendszám egyébként, hogyha megkérdezhetem? Mi ez a rendszám? Kamionon. Azt nem tudom, de nem ez a rendszáma amúgy. Tehát, hogyha a törzskönyvét megnézem, akkor nem ez a rendszáma. Nem Galmoder. Tehát, hogy összor az lenne a lényeg, hogy itt legyen kint a garázsunk, és utána akarom beiratni ugye a kamiont, meg akkor ezt a kocsidat is egyszerre. Mert az, hogy egyszerűen be, azért pont nem fér be alá. Próbáltuk, és így nem, egyszer nem megy be alá sehogy. A buszról meg majd még beszélgetünk.
hogy azzal mi van, hogy van. Jó van, szerintem én akkor megyek is egyébként a pihenni. Ja, igen, akartunk még gyorsan valamit az asszony fő. Na, mondjátok csak. Hogy lehet elmenni egy kicsit nyaralni, csak ilyen reggel jövünk, este megyünk téma. A szigetre kivinnénk a hajó, kimennénk hajóval. Ja, egészen nyugodtan, persze, persze. Relaxálni, csak akkor mondtam, hogy akkor el kell menni söré. Menjetek csak nyugodtan. Alkoholmentes söré. 10 000 csurint lesz. 10 000 csurint? 10 000, persze, hát végig is csak a hajó meg a céges, ugye, tehát használjátok, ez szerintem totál kedvezményes ár. Jó, akkor számlázás ki nekem. Rendben, munkás kedvezmény. De figyelj, mert te eddig is így néztél ki, igazgató úr, vagy te ennyit hisztál? Nem hisztam a hajam, tudod? Rád is ráférne Emil egy kis frissítés, hát a mai tartunk. Hát nekem nem hajam volt, hát. Hát de ez is milyen ez a le, van rajta a fél liter olaj. Nem haj, olaj. Vax. Vax. Vax van rajta. Jó, úgyhogy nyugodtan vigyétek a hajót. Jó gyere le. Hova mentek a Cayo Pericóra, vagy hova? Oda megyünk, igen, van egy jó kis strand, csak ott kurva drága ízi az ital, úgyhogy... Oh. Drága, neked mindig drága. Mindig. Hát akkor menjetek el a kaszinóba először, és ott kedvezménye tudtok esetleg. Már ott vannak, ugye? Aztán ennyi. Jó, nyugodtan, persze, menjetek, csak érezzétek jól magatokat. Ámen. Hát köszönjük, megpróbáljuk, amennyire lehet ezzel a bolond emberrel. Hát igen. Tényleg szép munka volt, ma köszönöm szépen a segítségeket mindenkinek, aztán utána próbálok járni a kamionos mizériának, hogy van, mint van. Aztán akkor majd mondom a fejleményeket, és akkor ez itt lesz. Aztán, hogyha olyan jól működik, akkor lehet, hogy lesz majd még egy kamion, meglátjuk. Jó, hát áldásomat adom rá. Ja, nem kérdezte szerintem, hogy te mit gondolsz. Hát jó van, én ettől még mondhatom. De kit érdekel? Jó van, jó nyaralás nektek, jó pihenés, jó kikapcsolódás, jó feltöltődés. Én köszönöm szépen a munkátokat, szervusztok. No, Bobi, te? Szervusz. Én is meg már, szerintem. Jó van, itt maradsz, vagy vigyelek valahova? Itt maradok. Jól van. Na, akkor jó pihenés nektek, sziasztok. Nagyon szépen, gyere. Hello. Én most egy kicsit letőlök azért, még mielőtt megyünk, vagy ma menjünk egyáltalán? Én tudom. Én tudod. Mit gondolsz? Pihenjünk le. Lerakom a Mercedes-t. Szóval mi a terved? Nekem mindig az a tervem, amit te mondasz. De akkor mondjad a tervedet, hogy pihenjünk le, azt akartod, hogy pihenjünk le. Igen, most mi jön? Há, igen. Hát most utánozlak téged. Te most akarsz pihenni, vagy nem? Szerintem pihenjünk le, aztán majd felébredünk. Igen, pihenjünk le. Értelemre! Tessék! A Daewoo-val. Oh. Hát nem a Daewoo-val megyünk. Nem, de most ki kellett mondanom, na. Mindig engem utánzol, olyan egy... Téged utánoznának, meg lenni sértve. Hát engem ne utánozzon senki belőle, nem egy darab van. Igen, poskasz mindig az igazgatónak, mint te nagy ember lennél. Azt mivel megyünk vissza, ja? Vagy itt hát pihenünk le? Itt ledűrök, ide napozok. A jó cakát. Jó cakát.